Hello, sziasztok! Üdv a műhelyben és a csatornán is. A mostani videónak a témája nem más, mint az elkészült faragó balta. Erről lesz egy rövid bemutató, egy pár szót mondok róla, hogy hogyan készült és az elérhetőségéről is. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Szóval ez lenne az első széria, az első 6 darab elkészült, ugyanígy csak 5 van, egyet már elküldtem tesztelésre, ahonnan várom a visszajelzést. Úgyhogy ez az első széria, ami elkészült, ezeket fogom most röviden bemutatni. Kezdjük először a baltának a technikai adataival, ha lehet így mondani. A fej, az egy 600 g-os tömegű fej, ezeket Kínából rendeltem, teljesen tompán életlenül érkeztek. Az élszöget, nem csak az élezést, hanem élszöget is alakítottam ki rájuk, teljesen más az élszög rajtuk, mint ami volt a gyári. Ezt az élszöget gépi köszörűvel alakítottam ki, utána kézzel fejeztem be az élezést. Ezek mindegyik borotva élesen érkezik a vásárlókhoz. Faragáshoz, zöld fa, friss fa megmunkálásához alkalmasak, ahhoz ideálisak, ahhoz terveztem, ahhoz készítettem ezeket a baltákat. A nyél az angol kőris fából készült. Ezeket mind teljesen kézzel faragtam. A egyedüli gépi megmunkálás, ami a nyeleket illeti, az annyi volt, hogy szallagfűrésszel a mintát körbevágtam. Utána a többi megmunkálás az mind kézzel, faragókéssel, vonókéssel, reszelővel történt. Éppen ezért balta és balta között, nyél és nyél között lehetnek apró eltérések, ugyanis mindegyik kézzel, kézi megmunkálással készült. Láthatjátok itt a nyaknál egy kicsit, ez szélesebb, ez keskenyebb, de a forma, a design, azt megpróbáltam ugyanúgy tartani mindegyiknél. Szóval ez lenne a kezdő széria, az első sorozat, az első 6 darab ebből a baltából. Amit tudtam, ezen mindent magam készítettem. Az ékelést is én csináltam, a fa éket azt is teljesen kézzel faragtam, a fém záró éket, azt a gyűrűt. Egy acélcsőből csinálom, úgyhogy amennyire lehet kézzel készítem őket, és amennyire lehet mindegyik úgymond egyedi egy sorozatgyártásban, ha lehet ilyet mondani, egyedi sorozatgyártott termék, ilyen sincs még. Szóval így néz neki, ő lenne az, ez a igazándiból nevet még nem találtam neki, magyar faragó balta, vagy esetleg utánam Ihász Laciféle faragó balta névre fog hallgatni, így kerül piacra. Ezek a balták egyelőre ez az első körből szerencsére kettőt már le is foglaltak, a többi megy online értékesítésre, ha valaki esetleg érdeklődik irántuk, privátba az e-mail címemet megadom alul az elérhetőségbe, ott jelentkezhet, vagy a kommentek között jelezze, hogy érdeklődik valamelyik iránt. Hát ez lett volna ez a bemutató, a debütálása a faragó, magyar faragó baltának. Ezzel kapcsolatban tervezek még kettő videót készíteni, az egyik magáról a készítéséről fog szólni, amiben lefilmeztem, hogy hogyan is készülnek ezek a balták. A harmadik videó pedig a tesztelésről fog szólni, amiben megmutatom, hogy én hogyan használom, én mire vagyok képes ezzel a baltával. Úgyhogy figyeljétek a csatornát és várjátok a következő videókat.
Bármi kérdésetek, észrevételetek van, írjátok meg a kommentek között. Köszi szépen, hogy néztetek, további szép napot, minden jót, szevasztok!